Üdvözlöm a kedves nézőket! Péntek délután van annál jobb, mint egy rabbival pirpulozni. Igen, stúdiónk vendége Radnóti Zoltán, a Lágymányesi Körzet rabbija és a Budapesti Hitközség rabbi testületének az elnöke, hogyha jól mondom, de ha nem, majd mindjárt kijavít, amikor nála lesz a szó. Szóval egy iszonyú izgalmas sabat előtt állunk, mint minden sabat, ez is egy nagyon érdekes. Aztán még érdekesebb lesz, mert ahogy mocás van, ahogy különbséget teszünk Ben Kódeslehol a hétköznapok, illetve az ünnep és a hétköznap között, akkor nem egy hétköznap jön, hanem egyből egy ünnepbe megyünk át. Erről fogom kérdezni a rabbit, meg még mindenféle érdekes dolgokról, amit tudni kell. Üdvözlöm, rabbi úr! Üdvözlöm, szerkesztő úr! Egy nagyon klassz heti szakaszunk van, Bamidbar. Ugye emlékszünk rá, hogy sétáltunk nagyokat a Midbarba, aztán még mielőtt megkaptuk volna a Tórát, ott voltak kisebb accidentek, de nézzük a gyakorlati részét a dolgoknak. Ránk köszönt a sabat, a sabatok királynője, hisz minden sabat egy sabati királynő, az egész család készül rá, meggyújtjuk a gyertyákat, elmegyünk a zsinagógába, minden szép és jó lesz. Már bólogat, hogy valamit rosszul persze, mondtam. Direkt, mint a, van a Hány potoknak a kiválasztó című regényében, az apuka mindig egy hibát ejt a szövegbe, hogy a fia észreveszi a drósségában. Ez történt most is. Jól benne, igen. Tehát egy picit az annyival többet kell készülni ezen a hétvége előtt, hogy mondtad, hogy egy háromnapos ünnep lesz. Tehát nem elég rákészülni a szombatra, hanem rá kell készülni vasárnapra is és hétfőre is. Savuot két napja. Tehát olyannyira, hogy mondtad, hogy a egyikből átmegy a másik, tehát eleve egy olyan gyertyát kell beszereznünk a következő napokban, legalább ég 26 óráig. Hogy van ilyen? Persze, bármelyik illatszerboltban lehet kapni ilyen szép illatos gyertyákat, maga mondani cégeket, hogy áruházakat. De van 50 órás gyertyák, stb. Nálunk is a Síp 12-ben lehet kapni a boltunkban ilyen gyertyát. És ez a gyertya egész szabad. A boltunk az természetesen csak a nézők kedvéért mondom. A BZH boltja. A hitközség boltja, igen. És nem a főrabbiunknak a boltja, mert boltja nincsen neki, hívei vannak sokan, de boltja még nincs. Barátaim is vannak még. Jó, és a, tehát egy-egy gyertyának égnie kell, hogy majd, amikor a szombat kimegy, erről a gyertyáról lehessen átvenni tüzet az ünnepi gyertyára, és... Tehát kell mindenképpen ez a láng, és ráadásul ugye hétfőn lesz egy... Akkor most álljunk meg, mert elvesztettem elvesztettem a fonalat. De hát minden mocai sabátkor, mindig amíg vége van a szombatnak, akkor csinálunk egy havdólét. Akkor most nem lesz havdóle? Jó a kérdés, mert a havdát ugye az egy olyan szertartás a nézők kedve, akik nem tudnák, amiben tüzet kell gyújtani, és egy ilyen fonott gyertyára áldást mondunk. Mutatván azt, hogy már lehet tüzet gyújtani, tehát már kiment a szombat. Viszont most átmegyünk szombatról ünnepnapra, és nem lehet tüzet gyújtanunk. Nem ünnepeljük a tűzgyújtásnak az ünnepét, bár van Havdala szertartás, természetesen Luákban ez le van írva, hogy hogyan kell csinálni. Kicsit bonyolultabb, mint a természetesen az, amit évelején mondtam önöknek a zsidó új esztendő alkalmával, hogy szerezzék be a luachot, a zsinagógai naptárt, amire hivatkozik a rabbi úr. Igen, tehát van Havdala szertartás, de itt nem gyertyát gyújtunk meg, hanem tűzről tűzre átvéve csináljuk a Havdala szertartást, tehát nem egy ilyen demonstratíve, hanem éppen ezért kell egy állandó őrláng. Tehát az őrlángról gyújtjuk meg, igen, a Havdóle gyertyát is, majd ugyanerről az őrlángról gyújtjuk meg az ünnepi gyertyát pontosan, is, a Havdóle után. Pontosan, minden ünnep előtt kell gyertyát gyújtani, legyen az ünnep alatt fény, és legyen, pláne ugye ünnepekkor az a különbség a szombattal szemben, tehát ünnep az Pészák, Savuot, Szukot, új év, rossana, hogy ebbe a négy alkalommal lehet tűzről tüzet átvenni, lehet hogy cigizni, ezek a napokon, szombaton meg cigizni például, de akkor is hogy a cigizni, egyik cigira a másik cigit meggyújtom, vagy pedig nem reklámozik a cigarettát, büntetendő cselekmény. Igen, nem, csak a technikát mondom, hogyan kell csinálni,
Tehát lehet sütni, főzni is, tehát úgy tocsai friss rántottát a feleségemnek reggel, hogyha van tüzem, és arra a tűzre levesz a tüzet, és alá gyújtok. Istennek tetsző feladat, hogy a feleségének rántottát, friss rántottát csináljon, és ágyba vigye. Savuot reggelén, pontosan. Annál is inkább, mert savuot reggelén, illetve savuotkor egyre inkább teljes dolgokat fogyasztunk. Miért van ez? A teljes étel, mint hagyomány, ez egy furcsa hagyomány. Ezt a rabbik találták ki, vagy a Tórában van? Ez rabbinikus, teljesen rabbinikus. Vajon, mindennek a rabbik teljesen rabbinikus. Te tudod, hogy van egy hagyomány, és van öt magyarázata. Melyik az igaz, találjuk ki. Kezdjük a bájossal leginkább. Ugye a savuot a tóradás ünnepe, a Jóisten átadta a Tórát a zsidó néven a Szinája hegyén. A verzió. A Tóra olyan életet, mint a tej, anyatej. Tehát a Tóra tej, életet ad, stb. Ez az első verzió. A második verzió a tej héberül halav, ez három betűből áll, het lamed bét. Ha összük a betűkkel számértéket, het 8 lamed, 30 bét az 2, ez 40, mert 40 napig volt fent Mózes a Szinai hegyen, tehát ez a 41 szám. Harmadik, a legbájosabb, hogy a nép hallotta a Tórát, és hallotta a kóser állatoknak a törvényt. Azt mondták, te jó ég, honnan szerzünk kóser állatot így hirtelenjében, levágni, kivéreztetni, kikóserolni, stb. Ezért azon az éjszakán csak tejeset bírtak enni, mert a tejet az könnyű volt megfejni egy tehénkéből, csináltam én teljes dolgokat, amíg másnap le nem vágták a kóser állatokat, meg le nem csinálták a dolgokat. Tehát éppen ezért erre emlékezvén ez a harmadik, hogy ezért ők is teljesítettek, mi is teljesítettünk. És van még bájos dolog, de mindenképpen a ünnepen húst is kell enni azért. Ezen az ünnepen, mint minden nagy ünnepen, mászkir is van, emlékezünk a halottainkra. Erre mikor kerül sor? A mászkir ima az minden ünnep utolsó napján van, azaz Pészak utolsó napján, Sávukot második napján, és Szukot utolsó napján, Sminyát szeretkor, és Jom Kipurkor. És akkor a közösség egy ilyen közös kádist mond? Gyakorlatilag itt ugye ez hétfő reggel van a mászkir most ebben az évben Sávukot ünnepén. Nem, hát van egy Jiszkor nevű ima, amelyik arról szól, hogy jó Istenem, Jiszkor elő himnismát, és is emlékezzél meg, kérlek, és felsom a szeretteim nevét. Nagyon növít, tehát két mondat az egész ima, nincs minnyienhez kötve, aki nem tud elmenni zsinogába, otthon is elmondhatja a mászkir imát, benne van a luákba szinte, amit kiadtunk, hogy aki otthon van, az is tudjon mászkirt mondani. És valóban a kádis mondás viszont az egy 10 emberhez kötött projekt, tehát a kádis mondani azt minnyien be lehet, a zsinogába lehet. Nálam még van egy szokás, hogy felvassuk azoknak a neveit is, hogy nincsen már kiemlékezzem. Tehát ennyi egy kicsit ki van bővítve, ami időigényesebb szertartás, de a több száz ember, akinek nincs hozzátartozója, ő nevük is elhangozzék. A zsidó családnak ez a hosszú ünnep mennyire jó itt? Itt most akkor van idő együtt lenni, beszélgetni? Nehéz. Tehát ez nem vettem ott a Jóisten egynapos ünnepeket, csak nem kettőt. Tehát a három az már egy... Most lehetősítve mondok valamit, tehát Toma, ez butasága a nézők részére, de három napig ugye, nincs televízió, telefon, autó, ami nagyon jó egyébként, de kicsit után már fáraszt, hogy ugye együtt vagyunk, együtt megyünk, együtt sétálunk, együtt imádkozunk, kicsit délután alszunk, hosszú nagyon délután, nem lehet elmenni egy vidám parkba nekünk, hát akkor pihenünk, alszunk, beszélgetünk, de hát hazamegyünk délbe, még vissza este 8-kor. Van 8, mi társasjátékozunk otthon ilyenkor. De társasjátékozni háromszor, 6 órát, két gyerekkel, ez már túl sok vita van időnk. De tehát nehéz. De főrabbi úr, hogyha ön betartotta volna a prúveru utazításokat, és lenne 8 bezrátasém gyermeke, ami még persze természetesen bekövetkezett, akkor gondolja el, hogy 8 gyerekkel milyen társasjátékozni egyszer. Igen. De tényleg az, hogy nagyon jó dolog, tehát totális összezárás van, de azért hámapített, most a bizonyos módon van korlátozva a tisztálkodás is ilyenkor, tehát nem tudunk vizet forralni, tehát ilyen bonyolultabb fekfürdeni egy picit. Tehát kicsit nehezebb minden, tehát most szerencsére egybeesik a
nem zsidó pünkösdel is. Tehát ugye azt jelenti, hogy kell ételt csinálunk 3 napra előre, 6 adagot megcsinálni, 6 étkezést megcsinálni, sütni, főzni, 4 emberre, tehát bonyolult egy kicsit. Nekem úgy tűnik, mintha a főrabbi panaszkodna, nem, nehéz. És végre segíthet a feleségének. Nem panaszkodok, ez, mondom, tehát az izraeliek nagyon dühöngenek, amikor összeesik a kettő, tehát most Izrael is 2 nap, ugye szombat van szombat, és vasárnap a Sávuot, már még 1 nap pluszba, amikor bekapcsolom Facebookot minden után láttam, az izraeli barátom, hogy borzasztó, a 2 nap, hogy bírtunk ki, és mindenki panaszkodik össze-vissza. Egy napot így... Persze ez viccesen panaszkodnak. Igen. Ennél nagyobb csapás ne érjen minket. Azt mondja el nekem, hogy a közösségével is kellőképpen össze lesz zárva, újra találkozik, hisz nem csak azok jönnek, akik egy sabatra eljönnek, hanem azok is, akik mászkíra szoktak általában jönni, csak emlékezni mindenki a szeretteire. Ez alkalommal önön kívül a közösség tagjai is fognak beszélni? Persze, tehát ugye mindig van szombati dvártórák, azok működőképesek, tehát működnek, csináljuk őket. Van egy szokás, hogy a Sávuot első éjszakáján picit többet tanulnak, mert a hagyomány szerint a zsidó emberek átaludták azt az éjszakát a tóraadást, és éppen ezért egy tikkun csinálunk, egy kiavítást csinálunk, hogy mi nem alusszuk el. Hát mert ott a sivatagban ott voltak, és meleg volt, június is este volt. Igen, a városban van több ilyen tanulási program, ezt ajánlom mindenkinek, nálunk nincsen. Tehát Dél-Budán megszervezni nem a könyv, mint a város közepén, megszervezni egy ilyen tanulási folyamatot. Tehát lesz tanulás. Mely zsinagógákban lesz? Hát van, most nem tudom fejből melyikben lesz. Én általában ezek nem is zsinagógák szervezik, összeáll többi zsinagóga, és rabbik mennek át tanítani, de tehát azért hajnalban nyúló tanulások vannak, nagyon jó szintén, csak reggel föl kell kelni, az a kicsit már nehezebb. Nehezebb dolog. Kedves nézőim, ennyi, ami a mai pilpulunkba belefért. Kívánunk önöknek mindenek előtt Sabbat Shalom, nagyon kellemes szombatot, és ne felejtsék el, már régen mondtam önöknek, hisz mindig egy kollégámat kérek meg, hogy pilpuloljon a főrabival, de most ez nem jött össze, tehát ha kétszer egymás után megtartják a szombatot, akkor talán a messiás is eljön. Ezen a héten nem jött, nem telefonált, de próbáljuk meg, és miután a szombat kimegy, egyből meggyújtjuk a gyertyáról a Havdóle gyertyáit, különbséget teszünk Kódesben hol, és utána már is átmegyünk a következő ünnepbe, Sovót ünnepére. Hogy köszönünk Sovótkor? Hát héberül Hagszamélyák, vagy itt Jamtev, és a Sávót még ezt elmondom, az így bezárólag, hogy így szóhoz jutok végre, hogy ugye ez a tóraadás ünnepe. És azt kérdezi, hagyományom, miért nem a tóra megkapását ünnepi, mert az, hogy tórát Isten átadja, a mi abban nagy kunst, átvenni az az izgalom. Tehát de azt mondja, hogy nem, tórát Isten átadta ott a Szinájhegyen, 3300 esztendővel, és mi minden nap átvesszük a tórát tőle. Tehát én azt kérem a kedves nézőktől, hallgatóktól, a tórából minden nap egy picit fogadjanak be, egy micvát, egy hagyományt, egy történetet, a 10 parancsolatot, stb. Mert ez a zsidóság alapja, egy szeretettel fordulunk a Tóra felé, és ezt ünnepén meg Sávolt ünnepén, a Tóraadás ünnepén. Tehát én is azt mondom, hogy Hagszameach, egy örömteli ünnepük, Gyit Jamtev, így is, hogy egy jó ünnepnapunk, és ötös Sabbat Shalom. Sabbat Shalom, Hagszameach.